Sziasztok! Mostani videóban a tabu Over the Rainbow ízesítési vagy fantázia nevet viselő dohányát fogom nektek bemutatni. Maga ez a tabu, hát nem egy nagyon népszerű márka, nem találkoztam vele túl sok helyen. Magyarországra bejut néha néhány doboz. Alaphelyzetben sajnos nem kapható itthon, tehát Magyarországon nem lehet hivatalosan megvásárolni. Nekem Spanyolországból hozta egy ismerősöm, ott 16,9 euróba kerül a 200 g-os doboz. Kétféle kiszerelésben lehet kapni, 50 g-os kis mini dobozka és egy 200 g-os nagyobb dobozka. Meg is mutatom közelebbről a dobozt és a dohányt, nézzük. A dohány doboza amúgy nagyon stílusos és szép. Nagyon szép színes, sok szín van rajta. Mondjuk a nevéből is, hogy Rainbow, már azért illik egy szép dizájnos csomagolást adni neki. Márkajelzés. A social ikonokat nem tudom miért tették rá, mert nem kattintható, nem nyílik meg. Júj, meghalunk, szokásos vonalkódos, alapinformációk, hogy 200 g-os, megint meghalunk, és kezdődik előről. Az alja az egyszerű benyomott műanyag, az alsó rész maga amúgy egy áttetsző műanyag, a felső rész pedig egy ilyen fekete csavaros kupak. Ebbe van benne a dohány. Így, és ebben van kettő darab nejlon, és a kettő darab nejlonon belül van maga a dohány. A belső nejlon az ilyen nagyon könnyen szakadós, azt nem mondanám túl jónak. De bocsánat, nem is a belső, hanem a külső. Ott rajta volt a cégnek az emblémázása is, hát nem tudom mennyire látszik itt. De sem ennyire, mindegy, szóval az lepattogzott. Ez a doboz már egy jó ideje nálam van, és elég szépen fogyott is belőle. És a belső nejlont, hogyha tovább kibontjuk, akkor van benne egy másik vastag záró nejlon, aminél már azért látható a tabu felirat. Ez a belső nejlon igazándiból a fontos, mert ez az, ami vastag és megfogja és zárja az aromát, zárja az egészet. Ez nem visszazárható, ez egyszerűen le van forrasztva, én csak levágtam a sarkát és úgy préselem ki rajta a dohányt. Jó, azért is van kifolyva a doboz aljába a melasz, mert kicsit szállítottam már párszor össze-vissza, és ez magával hozta, hogy egy kicsit kifolyt. Pont azért, mert nem lehet légmentesen visszazárni. Na de nézzük is meg magát a dohány benne. Az a lényeg, nem a csomagolás. Maga a dohány viszonylag sötétebb. A közepesnél azért jobban aprítottnak mondanám. És elég jó nedves. Tehát nem az a nagyon tocsogós, hogy össze-vissza szétfolyik mindenhol, hanem olyan kellemesen melaszos volt a tapintása is. Mivel elég jól aprított, ezért könnyen el lehet rendezni a kerámiába, és ilyen szép lapos kis tömés lehet vele csinálni. No, én már tömés közben nagyon jól éreztem az illatát, de most még egyszer alaposan megszimatolom és leírom nektek, hogy nagyjából mire lehet számítani. Hogyha az ember így nagyon erősen beleszimatol, beleszagol így közelről, akkor egy nagyon erős illat az, amit érez, enyhén édeskés, nagyon erős. Kicsit úgy mondanám ezt az illatot, mintha ilyen alkoholos lenne. Kicsit olyan, mint amikor az ember csinálja a körte pálinkát, és a cefre elkezd beindulni. Úgy körte, de mégis olyan... Hú! Messzebbről
szimatolva pedig így már sokkal lágyabb, sokkal inkább egy ilyen édes, puha körtének jut az eszembe, az, mint hasonlat, tehát leginkább ahhoz hasonlít. Nem, tehát kétféle körtével találkoztam én eddig, az egyik az, amelyik ilyen nagyon masszív, ropogós, annak inkább a húsa, ami jó, és van egy ilyen puhább körtett típus, most nem jut eszembe a neve, az pedig sokkal édesebb és sokkal erősebb az illata is. Ez inkább arra hasonlít, ez a Tabu Over the Rainbow, inkább arra az édeskésebb dohányra hasonlít, édeskésebb puhább körtére hasonlít az illata. Mint láthattátok a dobozban, nekem már nincs olyan sok, ugyanis elég szépen azért fogy, ezt az adagot is így úgymond ilyen tesztelésre tettem félre, mert nem sok körtés dohánnyal találkoztam, gyakorlatilag egyel sem. Ez a körte, ez egy ilyen, nem tudom, különlegesség úgymond, vagy csak az aromagyártóknál nincs olyan széles kínálat belőle. Éppen ezért lehet, hogy maga a körte aroma egy kicsit drágább. Nálam már kettő ilyen kis téga elment, és egy ilyen nagy 200 g-osnak is a végénél járok, ugyanis nagyon kellemes íze van. Én a körtét úgy szó-szó szeretem, van is nekünk körtefánk, az mondjuk nem a legjobb körtefa, de elég jó körtét terem, és nagyon jól hasonlít annak az ízére, tehát arra a puha édes körtére. És ezt a puha édes körte ízt nagyon jól visszaadja a dohány. Maga ez szerintem nem tisztán körte. Én amondó vagyok, hogy egy nagyon csipetnyi kis fekete szőlőt még mellé csempésztek, meg nagyon egy nagyon-nagyon kicsi mentát, ugyanis, hogy mondjam, olyan frissítően édes. Tehát ezt így nehéz elképzelni, de tényleg, miközben szívom be, nagyon kellemesen édeskés, jó körteízű, tehát jó kivehető erős a körteíz benne, de mégis egy ilyen kis frissítőbb, tehát nem az a gej édes valami. Felhőt is szépen lehet vele fújni, az aprítottságát is láttátok, hogy a közepesnél azért jobban aprított, tehát a jó aprítású, és eléggé nedves, melaszos. Hogy mennyire erős? Közepesnél gyengébb. Tehát nincsen ráírva a nikotintartalom, és én ahogy pipázgattam vele, nem tapasztaltam azt a boom erős érzést. Volt, amikor lazábban tömtem, volt, amikor jobban megtömtem, mert mondjuk egy buli volt, és mindenkinek tetszett, olyan kis különleges volt ez a körtés ízesítés, és szinte mindenkinek elnyerte a tetszését. És nekem is elnyerte a tetszésemet, nem véletlenül a fogy. Nagyon jól eltalálták az ízesítést, tényleg pont annyira édes, amennyire kell, és jó körtés. Tehát nem az van, hogy úgy szívja az ember, de hogy valamit érzek, de úgy nem, határozott jó íze van. Mondjuk ez személyes preferencia kérdése is. Nekem speciál ez a fajta körteízesítés, ez nagyon tetszik. Egy tömés, egy, hát akkor el is mondom a szettet, egy Sachlar minifanel van jelen esetben, általában minifanelekbe szoktam tömni. Hogy egy ilyen minifanelben szénkonzola mennyi ideig bírja, egy körszenet garantáltan bír, és nagyon jó íze van a végéig. Nincsen az, hogy fél óra után úgy hirtelen eltűnne az íz. Nem, egy jó 70-80, akár 90 percet is kibír. Mondjuk a 90 percen azért inkább médium fanelekbe tömném. De egy 70-80 percet nagyon kényelmesen és nagyon jó ízt ad. Maga a jelenlegi szett
az Kalud Lotus 1 Plus eredeti konzol, Sahar Mini Funnel, a normál, és egy Mio MX 2000-es pipa a hozzájáró gyári szilikoncsővel és hookaflame véggel. Ezt a dohányt, hogyha pontokban kellene értékelnem, akkor én 10-ből bátran egy 8 és felet adnék neki. Nagyon jó íze van, határozott, erős íze van, maga a dohány nem erős, nem vág úgy fejen, hogyha nagyobbakat szívsz, és az aprítottsága is jó, könnyen lehet tömni, mint láthattátok, könnyen el lehetett simítani a kerámiába. Lényegében az egyedüli nagy hátránya, hogy nem lehet beszerezni úgy igazán stabilan, hanem hogyha egyes Facebook csoportokba rá tudtok vetülni egy-egy dobozra, akkor érdemes. Én ebből a márkából több ízt is kipróbáltam, majd azokról is lesz később videó, és mindegyikkel elégedett vagyok. Tehát úgy jónak mondanám, ahhoz képest, hogy a 200 g csak 16,9, tehát 17 euró, ahhoz képest tök jó. Úgyhogy lényegében véve ennyi, köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, ha további hasonló tesztekre, bemutatókra vagytok kíváncsiak, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok meg a kis harangot is, hogy értesüljetek az új videókról. Bőfüstöt, sziasztok!